Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, mikor erre a beszélgetésre készültem, kutatnom kellett az emlékezeteimben, hogy vajon mikor is láttam én először amerikai futballmeccset, aztán rájöttem, hogy valamikor a 80-as évek közepén már a magyar televízió néha-néha közvetített amerikai futballmeccseket, elsősorban plusz a Eurosporton, tehát külföldi csatornákon, és bizony mondom, hogy azóta nem csak én, hanem a Magyarországon a sportkedvelők zöme rászokott és megtanulta a szabályokat, amik korán sem egyszerűek. Ráadásul ugye Székesfehérváron is alakult egy remek csapat, az Entroners, és azt hiszem, hogy minden igényt kielégít az a játék, az a szellem, azok az eredmények, amelyeket ők elértek. És ezért is volt számunkra egy nagy öröm székesfehérváriak számára, hogy a 2021-es év legjobb amerikai futballjátékosa az Entroners linebackere, Zilai János. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, megtiszteltetés. No, ennek ellenére azért nagyon-nagyon fontos a sportágválasztás egy fiatalnál. Én azt gondolom, hogy aki felnő és sportos életmódot folytat, ugye egy szexárdi fiatalról beszélünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy számodra hogy jött el az a pillanat? Nyilvánvaló, hogy egy alkatodnál fogva is egy sportos fiatalember indult neki az életnek, de azért a sportágválasztás soha nem egyértelmű. Annyira nem. Ezt nem is tudom, hogy kivel beszéltem, hogy mennyire érdekes, talán Gyurkovics Ferivel, amikor beszéltünk erről, még az elején, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, kérdezgette, hogy miket csináltam, és úsztam, azt másként azért édesanyámnak nagyon fontos volt, hogy mindenképp ússzak nagyon sokat. Néptáncoltam, megkóstoltam az akrobatikus rekendrolt is, kungfúztam, és miután elkezdtem az amerikai focit 13 évesen, akkor nagyjából fele ekkora voltam, mert nem tudom, milyen magas lehettem akkor. A magasságom az vállalható volt, de 50 néhány kiló voltam, most vagyok a duplája is. És tényleg mindenbe belekóstolgattam, de azóta, hogy amerikai focizom, azóta megkóstoltam az atlétikát is, néhány évig atletizáltam, és az olimpiai súlyemelésbe is belenézegettem. Igazából ugye mostanáig is az erőnléti edzéseimnek nagyon fontos része mindkettő. Emellett egyébként rettentő sokat számít az, hogy valaki akarja is az egészet. Tehát én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy az, hogy milyen sportról van szó. Az ember fel tudja építeni magának azt a fizikumot, ami ahhoz szükséges. Tehát legyen szó úszókról. Nyilván vannak olyan genetikai részei az egésznek, tehát magasabban nem tudja magát tenni az ember, viszont az izomzatot mindig lehet alakítani. És ugye most, ha nagyon bele szeretnék menni, akkor a rost összetételről is tudjuk, hogy már azt is lehet kicsit javítgatni. De egyébként a sport tekintetében pedig érdekes, hogy a családunkban senki nem sportolt komolyan előttem. Édesapám is, meg édesanyám is tornáztak, de úgy komolyan nagyon senki. És pont így édesapám vonalához kapcsolódik nagyon erősen. Én hivatásos vadász akartam lenni. Hiszen ne feledjük, édesapád hazánk fővadásza volt, most már nyugállományba vonult, de egy legenda. Igen. És én mindenképp szerettem volna tovább vinni a nevet. Tudtam, hogy mit jelent. Tehát én ugye ebben nőttem fel, zöld ruhában, erdőben, kutyák, puskák között. És amikor eljött a továbbtanulás általános iskola után, akkor már amerikai fociztam. És én Sopronba szerettem volna menni akkor középiskolába, egy erdészeti gimnáziumba, de apa akkor mondta, ott voltunk pont Sopronban, és ő akkor mondta, hogy ő egyébként egyáltalán nem szeretné, hogy én hivatásos vadász legyek, mert tudja, hogy mik a nehézségei, és milyen komolyak a nehézségei ennek a pályának, és nem szeretné, hogyha én ebben élnék. És, tehát, hogy ő nem kívánta nekem a negatív részét, a nehézségeit ennek a pályának. És hát azért 14-5 éves gyerekként, ugye, amikor az embernek azt mondja az apja, hogy figyelj, én igazából nem szeretném, hogyha te azt csinálnád, amire eddig készültél, hát én nyilván felszívtam magam. Ugye akkor kezdtem az amerikai focit, és kellett keresnem valamit, amiben tudok kapaszkodni, és valahogy a foci lett ez. Tehát mindig is ugye sportolgattam, és a foci lett az,
amiben azt láttam, hogy minden edzésre úgy mentem le, hogy én jobb szeretnék lenni aznap. Egy idő után úgy mentem el edzésekre, és úgy gondolkodtam hétről hétre, hogy én szerettem volna lenni a legjobb a csapatban. Tehát tudatos voltál, ez a lényeg. Valamilyen szinten. Egyébként érdekes, hogy hosszú távú céljaim eredetileg nem voltak, hanem az elején tényleg csak az volt, hogy én akartam lenni a legjobb a csapatban. Tehát kezdő akartam lenni először a pozíciómon, utána olyan valaki akartam lenni, akire a többi csapatnak készülnie kell a bajnokságban. Utána az első U17-es válogatott, vagy hát az még egy U16-os válogatott volt, annak tagja voltam. Bécsben játszottunk az osztrák válogatottal, és 53-ra kikaptunk. Egy rettenetes mérkőzés volt, nagyon csúnyán szétvertek minket, és rettentő jó volt látni, hogy mennyire felkészültek az osztrák srácok. Velem egy idős srácok, hogy milyen jól mozognak, milyen technikásak, milyen gyorsak. Tehát ez példát adott neked? Igen. Hogy tovább kell fejlődj, tehát nem elég az, amit egyébként is pluszban csináltál, hanem szerettél volna azokra hasonlítani, és akkor egyre inkább szintet lépni. Pontosan. Mi volt ennek az áloga? Hiszen nyilvánvaló, ez egy kemény sport. Ugye fejlődnöd kell az egyértelmű súlyban, fejben, de azért ez is fejben dől el, hiszen nyilvánvaló, hogy az alkat az meghozhatja az eredményt, de fej nélkül nem ér semmit. Ki volt az, akire szívesen visszaemlékezel? Tehát egy olyan mester, aki sokat adott neked. Sokan vannak. Nagyon szerencsés vagyok ilyen téren, nagyon sokan vannak. A közvetlen amerikai fociban Sződi Ferenc Franci az, akinek rettentő sokat köszönhetek. Amellett, hogy előtte még Szekszárdon, még Tácz Istivel is nagyon sokat dolgoztunk, és tényleg az alapokat nekik köszönhetem. Az, hogy mennyi mindent építettünk fel, és mindig évről évre tudtam látni, nagyon sok edzővel dolgoztam itthon, és nagyon szerencsés is vagyok emiatt, tehát az ország krémjével volt szerencsém találkozni így az ifjúsági válogatottság alatt, és később ugye a felnőtt válogatottságom alatt is, de az első nagy lépcső az talán igen Sződi Feri volt, aki egy teljesen más focit hozott oda nekünk Szekszárdra, és felnyitotta a szám, hogy ilyen is van. És mindig évről évre látszottak így a kapcsolások, amikor Kovács Sanyival kezdtünk dolgozni, ugyanígy először még Szekszáron, utána itt Fehérváron is, de az erőléti részt mondhatom, Beni Sanyival kezdtük el ugyanúgy Szekszáron. Az első alkalomra emlékszem még, amikor beléptem a konditerembe, akkor is még talán voltam már 60 kiló, de hát az, hogy a 20 kilós út, hát az 20 kiló, hát az a testsúlyomnak a harmada. Úristen, mondom, hát az rettentő nehéz, és az, hogy most arra meddig jutottam el, tehát az, hogy ugye Gyurkovics Ferivel dolgozom most együtt, aki ugye a súlyemelő válogatottnak volt szövetségi kapitánya. Tehát, hogy itt is megint volt egy kisebb lépcső, ugye, és tényleg akárhányszor kérdezik, és szóba jön, én mindig el tudom mondani szerencsére, hogy rettentő nagy vázlat volt. Tehát az akarat meg volt, ugyanakkor ki kellett, hogy derüljön, hogy tehetséges is vagy, hiszen azért ideje korán bekerültél remek csapatokba. A Dunaújváros az egy lépcső volt számodra? Egy következő mindenképpen lépés? Mindenképpen. Dunaújvárosban tudtam elkezdeni együtt dolgozni Grácz Vilivel, aki akkor már a válogatottnak a szövetségi kapitánya volt, és szerencsém is volt ilyen téren, hogy ugyanazban a rendszerben dolgoztunk Dunaújvárosban, mint később a felnőtt válogatottban, tehát itt sokkal könnyebb volt nekem is igazából belépnem a rendszerbe. Bár érdekes, hogy egy másik pozíciót kellett játszanom, és egy teljesen más helyzetet kellett elsajátítanom, más technikákkal kellett dolgoznom a válogatottban. Hiába ugyanazt a rendszert játszottuk, mégis más pozícióra kerültem. És egyébként azóta is nagyjából azon a pozíción dolgozom most itt Fehérváron is. Ugye a focit úgy a legegyszerűbb elmagyarázni, hogy előről hátrafele a három sor védő, egyre könnyebbek, egyre gyorsabbak, és ugyanígy középről kifelé, és a falat leszámítva, tehát az első sort leszámítva mindenhol voltam már. Most a második sor közepén vagyok, tehát most verekednem is kell, meg futnom is. És irányítanod a védőtársaidat. Pontosan, és
és az, hogy itt Fehérváron van lehetőségem amerikai edzőkkel, most már harmadik éve amerikai edzővel dolgozni, ez felbecsülhetetlen ebben a sportban. A legmagasabb ligában is tapasztalatokat szerzett. Pontosan. Viszont mi hozott Fehérvárra, hiszen az egy fontos lépcső volt a sportpályafutásodban is? A hosszú távú célok. Egyértelműen a hosszú távú célok. Szekszárdon kisváros, kicsi csapattal, évről évre játszottunk. Évről évre volt az, hogy tulajdonképp volt, hogy a túlélésért játszottunk, és az, hogy Fehérváron el tudták mondani azt, hogy vannak hosszú távú célok, akár az osztrák bajnokságban, ugye, akár magyar szinten, hogy egy kiemelkedő csapatként szerepelni a HFL-ben, tehát a magyar első osztályban, nem kérdés, hogy ez azért jelent valamit, és egyértelműen megmondták, hogy lesz amerikai edző, ami nem kis hívóerő olyan játékosoknak, akik tényleg szeretnének is fejlődni a sportban, úgyhogy tudtam, hogy mi az, amit ettől a mesterettől elsajátíthattok, hiszen ő egy teljesen más világból érkezett. Ugyanaz a sport, de azért mindentől függetlenül még azért ne hasonlítsuk össze, nyilván nem is lehet, meg nem is kell, hiszen más a merítési lehetőség az államokban, más a múltja a sportágnak, mi még nagyon, és ti is nagyon az elején jártok. Mi az, amit ő hozott, ami minden nap elkísér egy edzésen, ami arra sarkal, hogy minden szavát igyátok? Érdekes, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz ezt most megfogalmazni, de sokat gondolkodtam már ezen, rettentő sokat, és nem tudom, hogy pontosan nálam mi okozza ezt, de én tudok edzőkkel úgy dolgozni, tudok edzőkre úgy gondolni, mintha katonaságban lennénk. Tehát ezt így tudom a legegyszerűbben mondani, és ezt nagyon sokat hangoztatja egyébként ez az edző is. Tehát Coach Hill rengeteget mondja azt, hogy tök mindegy mi van, csináljuk pontosan azt, amit ő kér tőlünk, és hogyha az nem lesz jó, akkor ő a hibás. És ugye ez pontosan ugyanez, ugye, ahogy mondtam, a katonaságnál is. Csináld azt, mert az a parancs. És vannak, akiknek egyébként ezt nehéz elfogadni az elején, pont azért, mert ugye itthon máshogy néz ki a foci, főleg alacsonyabb szinteken. Igazából azt próbálják csinálni, főleg a védelemben, hogyha van egy vagy két kiemelkedő, egy vagy két jobb játékos, őt megpróbálják oda juttatni valahogy a labdához, és ő meg fogja csinálni azt a játékot, meg fogja oldani a helyzetet. Itt viszont tényleg mindenkinek meg van mondva, hogy ezt kell csinálni, és mindenkinek a saját részét kell csak beleadni, ami pont azért nehéz néha, mert akaratlanul is, még nálam is benne van mostanáig, pedig tényleg azért már a második éve csináljuk ugyanezt, de még mindig megpróbálok néha én is egy kicsit úgy lépni, hogy be tudjak segíteni a másiknak, és ezért szokott is kiabálni velem. Tehát elsődleges a taktikai fegyelem. Igen, pontosan. És az, hogy látjuk, hogy ő mennyi mindent tud a fociról. Rengeteg olyan mérkőzésünk volt, hogy fönt voltunk a pályán, az egész védelem ott van, koncentrálunk, éppen másodpercekkel a játék elindítása előtt vagyunk, és ő az oldalvonalról elkezdi bekiabálni azt, hogy mi lesz az a játék. És pontosan tudja, hogy mi lesz az a játék. Úgyhogy hihetetlen, hogy ennek az embernek mennyi minden van a fociról a fejében, és ez szép apránként próbálja nekünk adagolni, mert ugye pont azért, hogy itt teljesen más az egésznek a felépítése, egész más szinten vagyunk, és nem csak a merítés, de a szakmai felkészültség az egészen más, ugye nyilván a magyar edzőknél, hát ők sem ebben szocializálódtak gyerekkoruktól, sokkal lassabban tudja nekünk adagolni, de szerencsénk van egyébként vele, mert úgy tűnik, hogy kezdi tényleg érezni azt, hogy mi az a tempó, amivel tudunk haladni, és az, hogy második éve dolgozunk, tehát áttörést hozott a megérkezése, és nyilván a megerősítést jelentett a játékosoknak is minden poszton, hogy jöttek az eredmények is. Számodra ez mindenképpen fontos, hiszen ideje korán bekerültél a felnőtt válogatottba, azt hiszem, hogy ez egy óriási lépcső a nemzeti színeket képviselni, ráadásul egy olyan sportágban, ahol ti vagytok az elsők, ha úgy tetszik. Igen. Igen, ahogy korábban mondtam, ugye az első U17-es válogatottnak már tagja voltam, aztán a következő évben megint játszottunk Bécsben, hasonló eredményt értünk el,
és azóta az összes korosztályos válogatottnak, az aktuálisnak mindig tagja voltam, volt lehetőségem csapatkapitányként is részt venni, és 18 éves korom óta a felnőtt válogatottban is bent vagyok. Az első évben még csereként, de második évemnek a második meccsén már kezdtem, és azóta is kezdő vagyok. És ott is olyan srácokkal tudok együtt dolgozni, akiknek még Szekszárdon hallottam a nevüket. Hallottam róluk, tudtam róluk, hogy ők az első, meg a válogatott, amikor elkezdett összeállni, hogy ők benne vannak. De olyas valaki akartam lenni én is, akiről beszélnek úgy, mint... Egyszer már dobálóztam nevekkel, úgyhogy megtanultam, hogy nem szabad. De igen, tehát hogy rengeteg olyan srác van, akikkel együtt tudok dolgozni a pályán. Nyár végén elkezdünk együtt izzadni, és az egész őszt végig nyomjuk a válogatott programmal, akár még a Tri Nation Cup, amikor volt, akár ugye most az Európa-bajnokság, hogy olyan emberekkel lehetek ott a pályán, akik nekem példaképeim máig, tehát nem példaképeim voltak, máig azok, mert hogy azóta is olyan szinten űzik a focit, és azért hajtanak, hogy előrébb vigyék az egészet, hogy fejleszték a sportágat, hogy jobbá tegyék. Hihetetlen, tényleg. Az amerikai légiósok mennyit segítettek ebben? Hiszen van egy remek edző, nyilván a légiósok ott vannak a topon, ha úgy tetszik, ebben a bajnokságban feltétlenül, és nyilván sokat segítenek, mert a válogatottságon túl azért neked nagyon komoly céljaid vannak. A draftról rövidesen beszélünk, viszont essék szó az egyetemről. Nyilván abban a családban, ahol te felnőttél, az alapvetés volt, hogy egyetemre jár, bár most passziváltál. Igen. De ennek ellenére fontos számodra a tanulás. Természetesen, igen. Pont a továbbtanulás egyébként az egyetem is egy nagy kérdés volt, mert középiskola elején teljesen fogalmam sem volt, hogy milyen irányba szeretnék tovább menni, mert minden érdekelt, de sok mindentől féltem, mert ilyen-olyan hiányosságaim vannak, és középiskola végére igazából egyértelművé vált, hogy mindenképp a sporttal szeretnék valamilyen irányba tovább menni. Így először testnevelőedző szakra mentem, később átjelentkeztem edzőire, kicsit komplikált ez az egész, de igen, Pécsen atlétika edzőnek tanulok. Jelenleg igen passzívan, még 2020-ban lett volna egy világbajnokság, egy egyetemi világbajnokság, amit pont itt Fehérváron játszottunk volna, de ugye a Covid miatt sajnos ez elmaradt, és az előtti egy vagy két fél évet passziváltam, pont azért, hogy tudjak rendesen készülni és rendesen edzeni, és nem gondolom, hogy kárba veszed. Az elején, amikor beütött a Covid, akkor nagyon úgy éreztem, az lesújtott egyébként, de azóta megtanultam, hogy nem veszed kárba, tehát azt a munkát, azt nem vesztettem el, azt nem vették el tőlem. Nem tudtam megmutatni 2020 nyarán, hogy pontosan akkor mit tudok, és azóta is vittem tovább, hoztam tovább azt a munkát. És pont egyébként igen, a játékosoknak, az importjátékosoknak, tehát a légiósoknak is rengeteget köszönhetek. Az, hogy Jebrai régen felépítette ezt az egészet, amit csinált, tehát a juniorokkal nagyon komolyan foglalkozik. A felnőtteknek is, nem csak a junioroknak, de a felnőtteknek is ő tart erőléti edzéseket. Az off-seasonben a fizikai felkészülést nem csak a kondival, hanem sprintedzésekkel is segíti, úgyhogy rengeteget köszönhetünk neki is, de ugyanez a többi játékos is. Kicsit azért nálunk rotálódik az egész, mindig az aktuális játékos állományhoz kell, nyilván keressünk ugye légióst, mert hiába hozunk valakit, aki tavaly nálunk játszott, hogyha közben arra a posztra jött három másik magyar játékos is. Úgyhogy emiatt egy kicsit nehéz mindig hosszú távra tervezni, viszont ha csak néhány edzésen is apróságokat eltanulunk ezektől a srácoktól, az rengeteget tud javítani hosszú távon is a mi teljesítményünkön, pont azért, mert egyrészt mi megtanuljuk, tehát két mondatból is egyébként rengeteget lehet fejlődni ebben a sportban, hihetetlen, de ezt tovább tudjuk adni utána ugye a játékos társainknak. Világos. Időközben azért volt egy kitérőd, Kámba mentél, és nem a filmfesztiválra. Azt gondolom, hogy egy ilyen megkeresés, egy ilyen hívás, az nagyon-nagyon fontos egy fiatal számára. Egyértelműen, igen, remek lehetőség lett volna, hogy megmutassam nemzetközileg azt, hogy hol vagyok, tehát hogy felkerüljek végre a térképre, és egyértelműen ez is volt a célom. Sajnos megint csak a Covid miatt nem sikerült, mert
először halasztottak a szezonon, kicsit csúsztattak rajta, utána ez, utána az. Végül egyébként megkaptuk az e-mailt, hogy elmarad a bajnokság. Mindezt egyébként egy héttel a tervezett szezonkezdés után, úgyhogy az előtte levő hetekben semmi információt nem adott a szövetség. És utána hazajöttem, nem volt kérdés, hogy akkor itt fogok focizni, mert itt tudok focizni, és itt érdemes focizni. És sajnos nem sikerült felkerülnem a térképre azért, mert a franciáknál játszom, szerencsére viszont sikerült itthon kiemelkedőt nyújtanom, és igen, ahogy korábban már ugye a draftot, vagy hát a combine-t említettük, végül is meghívást kaptam őszre. Igen, itt vagyunk most már, menjünk Londonba, hiszen ez egy nagyon fontos lépcső mindenképpen az Amerikába vezető úton. Egyértelműen. Mit jelent egy ilyen draft? Hidegrázós élmény, egyértelműen. Szerintem sosem fogom elfelejteni azt a telefonhívást. A kondiból éppen sétáltam ki, edzettem még este, és a kondiból sétáltam ki, csörög a telefonom, hát való tessék. Szia Jani, csak pár kérdést szeretnék feltenni így a kombájnnal kapcsolatban, tehát hogy a felmérővel, hát biztos kiderült valahogy, hallottam, tehát tudtam róla, hogy meg szeretnének hívni oda, de olyan hivatalos megkeresés meg nem volt. Hát, hogy láttam a nevedet a honlapon, hogy ez most hogy érint téged, hogy éled meg? És teljesen lefagytam, hogy milyen honlapon? Ezt hova írták ki? Hát az NFL.com-ra. Mondom, micsoda? Hüledeztem percekig, tehát még utána nem is egyből haza, hanem először kezelésre mentem, és az egyik csapattársamat kezelték, miközben én még kint telefonálgattam, mert a szövetségi kapitánytól elkezdve hárman, négyen felhívtak még, mert szépen elkezdett terjedni a hír, és utána a következő hetek azok nagyon felborultak és felbojdultak, de hihetetlen élmény volt. Egyrészt az, hogy ugye mégis felkerültem ugye a térképre, ahogy mondtam, hogy nem a francia légióskodással, de az itthon elért eredményeimmel és az itthon megmutatott teljesítményemmel sikerült megmutatnom azt nemzetközileg, hogy én igenis tudok focizni. Az, hogy az NFL azt mondta, hogy figyelj, Jani, mi megnéznénk téged, az nem kérdés, hogy egy hatalmas dolog. Bármilyen sportágról legyen szó, minden előrelépés azért előrelépés, és amikor nemhogy az országos, hanem tényleg a világ legjobb ligája az aktuális sportban azt mondja, hogy mutasd már meg, hogy mit tudsz, azért az meg tudja nyugtatni egy kicsit. Az egy kis virtuális válveregetés, hogy jó az irány, de pont így éreztem, hogy az irány jó, és ezt kell vinni tovább. Tök mindegy, hogy mi van, hogy mi lesz, nekem fejlődnöm kell, és sajnos végül is... Milyen volt a felmérő? Bocsáss meg. Ja, olyan. Profi. Olyan szintű profizmus volt ott, apró példa, de nekem nagyon sokat jelentett, hogy amikor mentünk Londonban a stadionhoz, ahol a felmérőnek a helyszíne volt, a környező utcákból már voltak ilyen kis NFL-es utcatáblák, amik mutogatták, hogy milyen úton a stadionnak melyik sarkához lyukadunk ki. És tényleg, tehát pont úgy volt, hogy kedden volt a felmérés, igen, előtte vasárnap NFL meccs volt ott a stadionban. És mindent úgy hagytak, hogy hát a következő heti meccsre már pakoláztak át, de ez azt jelentette nekünk, hogy mi bemehettünk egy NFL-es öltözőbe. Az hihetetlen élmény. Tehát csak annyi, hogy a csapatnak a logója ki van ragaszgatva, az, hogy a messzámok fel vannak ragaszgatva. Fantasztikus volt. Igen, meg tudja változtatni az ember életét. No, tehát a felmérő nyilván sikerült, de ez csak egy első lépcső. Tehát a legfontosabb kérdés az, hogy megtartsd azt a lendületet, azt az elkötelezettséget, azt a szorgalmat, mert a tehetséged nyilván megvan, az már kiderült régről, hogy tovább lépj. Ez az mindenképpen az Amerika az álmod. Egyértelmű. Mi mindent kell tenni a hétköznapokon ezért? Tehát nyilván nem lehet megállni, mert ez csak egy lépcső volt, hogy ott lettél a drafton. Remek, tényleg nagyon jó így a kérdés, mert azt szoktam mondani, hogy edzeni a hülye is tud.
Edzeni bárki tud. Elfáradni nagyon könnyű. Hát, ha 30 km futástól valaki nem fárad el, fusson még 30-at, akkor biztos elfárad. És nem is az edzés feltétlenül önmagában a lényeg, de hát az néhány órája egy napnak. Tehát a 24-ből egy edzés az legyen 2, esetleg 3 óra. De az, hogy a maradék 21-ben mit csinál az ember, az, ami igazán hozzá tud tenni a teljesítményhez, mert nyilván ez határozza meg egy napnak az értékét. Tehát az, hogy ugye amellett, hogy focizom, és azért tényleg keményen edzek, dolgozom, és a munkájában is bent odafigyelek arra, először is az, hogy kialudjam magam minden este, hogy odafigyeljek arra, hogy azért nagyjából mit eszek, tehát nem is azt mondom, hogy pontosan iragassak minden, de a sok apróság az, hogy még bent is próbálok odafigyelni, hogyha tudom, hogy olyan edzésem lesz, esetleg egy kicsit lazább edzésem lesz, van, hogy bent is csinálok néhány fekvőtámaszt napközben, mert éppen olyanom van, és próbálom egy napnak minden óráját, vagy legalább minél több óráját kicsit közelíteni a focihoz, és arra próbálni terelni tényleg az egész napomat, hogy az hozzáadjon a teljesítményemhez. Nyilván vannak napok, amikor ezt rettentő nehéz összehozni, vannak az embernek rossz napjai, van, amikor akaratlanul is rosszul alszik, és olyankor is próbálok arra figyelni, hogy a teljesítményemet egy picit tudjam javítani, ha mással nem is, azzal, hogy akkor pont, hogy aznap könnyebben edzek, mert azért az mégsem az olimpia. Egy kedd délutáni edzés, az nem az olimpia, vagy nem megint csak ugye egy felmérő, az egy kedd délután. És ez az, amit itthon igazából remélem, hogy nagyon sok sportoló elkezd csinálni, hogy a helyén megpróbálják kezelni ezeket a dolgokat, mert nyilván jó keményen edzeni, és kell, szükség van rá, tehát határokat kell feszegetni, de nem mindig. Világos. És nekem ez az, ami megint csak Gyurkovics Ferit tudom említeni, aki ezt nekem nagyon jó helyre tette a fejemben. Ő megtanított, hogy előfordul olyan, amikor esetleg az edző nem figyel, akkor csak a rúdnak az egyik felét kell megemelni, csörögjön, zörögjön, meg volt az emelés. Vannak ilyen trükkök. No, figyelni fogjuk a további pályafutásod, ezt ígérhetem minden székesfejvel, és azt gondolom minden magyar sportrajongó nevében, hiszen ez egy egészen különleges lehet a te utad, a te pályafutásod. Én azt kívánom hozzá, hogy maradj ilyen, amilyennek mutatkoztál mindez idáig, maradj tudatos, készülj rá, hiszen azért majd én például én egy Green Bay Packers mezben szeretnélek látni viszont. És köszönöm. És bízom benne, hogy ez így történik. Bocsánat, hogy így bele szólok, de Green Bay Packers szurkoló vagyok, jó magam is. Ezt nem tudtam. Viszont ott nagyon hideg van, és nem szeretem a hideget. Jó, akkor egy déli sztárcsapatban szeretnénk viszont látni, és szurkolunk neked. És természetesen addig is az Entronels mérkőzéseire figyelünk, mert ez fontos számunkra, hogy itthon mi történik, illetve a válogatott mezben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Zilai János az év amerikai futballistája volt a vendég. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!